Berkeley püspök azt mondta, hogy az alma íze az nem az almában és nem a szájban van, hanem a kettő közötti kapcsolatban. Segítünk élni talán. Emelje fel az olvasóját, a hallgatóját. Költészet abszolút okozhat változást, hiszen a kreatív erőket indítja be. Én erre törekszem, hogy olyan verseket írjak, amik a hagyományokhoz kapcsolódnak. Csak a költészet és csak a szellem az, amelyik olyan változást tud előidézni, amelyik valóban befolyásolja érdemben az emberek életét. Nagyon szeretném, ha előidézne, vagy idézhetne változást a költészet. Tágítani a szabadság irányába, még nagyobb szabadság, vagy a szabadság irányában, hát változtatni kell. Költészetet nem utálják, vagy nem annyian közönösek, mint amennyire gondoljuk. Mindig van egy-két ember, aki valamilyen oknál fogva a szavakra érzékeny. Én sokakkal ellentétben abszolút hiszek benne, hogy a művészetekkel meg lehet változtatni a világot, és legegyszerűbben talán éppen a versekkel. Én nem vettem szó szerint ezt a változás dolgot, hanem egyszer, hogy történjen valami, hogy látszon az, hogy mi az, hogy költészet. Minden kis változás, ami az egyénekbe megy végig, az változtatja meg a nagyot, az egészet is. Ez a változás természetesen nem külsődleges változás, hanem belső változás, egzisztenciális változás, erkölcsi, érzelmi változás. Egy picit mozduljunk el a kapni akarástól az adni akarás felé. Sűrűbben, koncentráltabban jelennek meg versekben olyan élmények, érzések, amelyek egyébként ott vannak a mindennapjainkban. Nagyon fontos, hogy hidat építsünk a költészettel, az irodalommal és a művészettel. Hogyha a költészet egyáltalán nem vesz tudomást arról, hogy mi a helyzet az emberekkel, hogy beszélnek, milyen problémáik vannak, stb., akkor félreérti magát. A költők ugye maguknak írnak, ez természetes, de azért kell hinni abba, hogy valamilyen hatása mégiscsak van. A magyar irodalomban is, de másutt is, például a japán irodalomban is, a költők mindig vállalták a váltás szerepét. Aki leír valamit, azt valójában a megváltásért teszi. Emerson azt mondta, hogy a világ minden időben költőre vált. Arhaikus Apolló torzó. Mióta a világ, azóta művészettel van teli. Hogy ennek konkrétan van-e valami mérhető vagy fölmérhető hatása, ezt sajnos nem tudom megítélni, de reménykedjünk benne, hogy igen. Globális üzenete nincsen. Csak ritkán, vagy az az én titkom. Ahol a költészet működik, a sokkal személyesebb tér. Az író embernek hát az általában felelőssége, hogy pontosan fogalmazzon. Fül kell hozzá. És akkor ez nem pontosan tudható, hogy miket indít el.